Köszöntöm nézőinket, mai vendégem. Remélem, hogy sokaknak ismerős, és én ebben biztos vagyok. János Anna Anci van itt velem a stúdióban. És hát engedjék meg, hogy tegeződjünk, hiszen azt hiszem, hogy furcsa lenne most így magázodni. Jó néhány éve mondhatni egy betegség kapcsán mindegyünk a saját maga bajával töltött néhány napot kórházba, és ott ismerkedtünk meg. És hát én akkor egy olyan embert ismertem meg, meg kell mondanom őszintén, aki valami hihetetlen a mai világban, hogy legyen valaki, aki ennyi mindent csinál, ennyi hobbija van, ennyi minden érdekli. Aztán mindenre most a napokban jött a, mondhatnám, hogy a tortára a hab, amikor megtudtam, hogy te, Anci, itt az egyetlen női pol polgár őr vagy. Hát és akkor ezt mondtam, hogy most már ezt, ezt, el kell, hogy meséld nekem a nézőknek, hogy hogy lehet az, hogy valaki ennyi minden érdekelés, hogy hát valaki éppen most a polgár őrséghez csatlakozik, és hát ott teljesít szolgálatot. Fél éve vagyok, körülbelül fél éve vagyok polgárőr, mert tavaly augusztusban meghalt a párom, és nagyon sokáig kerestem a helyem a világba, illetve azt, ami megnyugtat, egy olyan elfoglaltságot szerettem volna csinálni. És ismerősöktől hallottam, hogy működik a polgárőrség, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom a felvételt kérni. És néhány fiú segített ebben, hogy fölvegyenek. Beajánlottak, és valamikor karácsony előtt vettek föl a fiúk, és már január-februárban teljesítettem velük szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy este 10-től hajnali 3 vagyunk az utcán, járőrautóval járőrözünk, és segítünk a rendőrök munkájába, illetve ha valamilyen szabálytalanságot látunk, ott megpróbálunk segíteni, vagy felhívjuk az illető figyelmét például kivilágítatlan kerékpárosoknak, hogy vagy kapcsolja be a világítást, vagy pedig próbáljon biztonságosabban közlekedni vagy a fiatalok renitenskedésein próbálunk egy kicsit enyhíteni, mert sajnos nagyon sok fiatal nem mindig tudja, hogy hol a határ. Anna, illetve Anci, bocsánat, annyira olyan nehezen áll rá a szám, látod pedig azt mondtad, hogy te mindenki Ancia vagy, tulajdonképpen téged csak így ismernek. Mi a te eredeti szakmád? Tehát mivel foglalkoztál, mielőtt nem voltál polgárőr? Az eredeti tanult szakmám a számítógép programozó és számítógép kezelő, de ezt valamikor 81-82-ben végeztem el. Utána pénzügyesként dolgoztam az Áfésznál, illetve a Zöldértnél, közben megszületett a fiam, aki most már 21 éves, benzinkutas, és ővele élünk ketten, de az idők folyamán rengeteg mindent tettem, részben társadalmi munkaként, részben pedig valamilyen némi jövedelemért. Tehát mindig mindenkin igyekeztem segíteni, ha kértek, és szinte sok mindenbe belefogtam, sok mindenhez értek egy kicsit. Például? Például. Nagyon szeretek sütni, főzni ezt. Uh tanúsítják többen is, mert tavaly karácsonyra 35 tepszi beeglit sütöttem a város, a város különböző helyére felkérés alapján, és volt olyan, hogy az éjféli mise után odajöttek, és azt mondták, hogy nagyon finom volt a begli, annyira, hogy még a szentestét sem érte meg. <laughs> Ez az egyik, sütés-főzés. Aztán mi van még a repertoárban? Nyolc évig vadászni jártam, két évig horgászni jártam, le is tettem a horgászvizsgát, tehát kifogom a halat, elkészítem, és a közös társasággal együtt el is fogyasztjuk például. Az utóbbi időben egy jó 3-4 hónapja van egy 83 éves bácsi, akinek egy héten négy alkalommal délután másfél órán keresztül hangosan felolvasok. Így olvastam Márait, Sorstalanságot, Fekete Gyulát, Napi sajtót. Az ilyen feladatok hogy találják meg az embert? szájhagyomány útján találnak meg engem, hogy hát úgyis ráérsz jelszóval, nem érnél rá ezt vagy azt csinálni, és nagyon szívesen, hiszen időmilliómos vagyok, és azt szoktam mondani, hogy arra érek rá, amire akarok. Tehát néha tudok nemet mondani, nem mindig, de néha tudok, be tudom osztani az időmet, és így fér bele a polgárőrség, így fér bele a házi asszonyság, így fér bele a, a gyerekeknek a korepetálása, és így fér bele a felolvasás. Mert hogy még gyerekeket is korepetálsz, egy igen. újabb dolog. Igen, igen. Van rengeteg olyan gyerek az utcában, Szőlőhegyen, ahol lakom, akik tanulási nehézségekkel küzdenek. Na most az én gyerekem szintén hasonló gonddal küszködött az általános iskolába, és akkor egy pszichopedagógustól megtanultam, hogy hogyan kell ezekkel a gyerekekkel bánni, hogyan kell velük tanulni. És ezt a tudást igyekszem most továbbadni. És hát akkor beszéljünk még valamiről. Ugye itt az asztalon, amennyire látszik, van néhány vázlatfüzet, aztán majd ö, ö, bele is lapozgatunk ebbe természetesen. Hát el kell árulni a nézőknek, hogy ebben több mint 300 autogram van, hazai és külföldi sztárok aláírása egyaránt. Mikor kezdődött ez a szenvedély? Ez a szenvedély, ez talán a legrégebbi, ez valamikor 69-70-ben kezdődött, tehát már nem vagyok éppen fiatal, és az első aláírások között szerepel például Besenyei Ferenc, Mátrai Sándor, Buzánszki Jenő, Ifjablata Latabár, Feleki Amil, Tolnai Klári, Márkus Simádius, Lászlót látom itt. Igen. Külföldi sztárok közül? Kik Külföldi azok sztárok akik? közül a kedvenceimtől kértem. Önekik írtam egy angol nyelvű levelet, és így kaptam választ. Nicolas Cage, Terence Hill, uh, Calambo, ahogy általában ismerik az emberek. Peter Falk. Uh, Pierre Richard, uh, Harrison Ford, hát, Leslie Nielsen. Lehetetlen, lehetetlenség felsorolni őket, rengeteg, rengeteg név. Oszter Sándort látom itt még nagyon-nagyon fiatalon, Hihetetlen. Milyen történetek fűződnek ehhez? Hogy, hogy jut az ember ennyi, ennyi aláíráshoz, amikor elmegy egy előadásra, vagy, vagy, vagy a, a, az utcán a sztárt? Vagy hogy Nem, hát mindez? ezek általában vagy előadások után szerződtek, tehát előadások után kaptam őket, vagy pedig volt olyan, hogy megtudtam, hogy Göncárpád személyesen szexzádra jön, és másfél órát vártam arra, hogy a Göncárpától kapjak egy aláírást. De a kedvencem az Feleki Kamil és a tőle kapott csokoládé. No. Az 1978-ban volt, hőgyiszen a Szülőfalumban volt egy előadás. Akkoriban úgy hívták ezeket, hogy ilyen vidéki haknik, és a Feleki Kamil szerepelt egy ilyen műsoros esten, és a szünetben felmentünk hozzá hugommal autogramot kérni. Nagyon szívesen autogramot, és akkoriban a falakban nem nagyon mentek a színészekhez autogramért. Felmentem tőle autogramot kérni, és nagyon kedves volt, nagyon udvarias, aranyos volt, és késcsókkal búcsúzott tőlünk. Mikor megkezdődött az ő előadása, kijött a színpadra, kérte a világosítót, hogy kapcsolja fel a villanyt. Megkeresett engem a nézők között, és lemutatott, hogy mindjárt jövök, lejött a színpadról, megállt előttem, és átnyújtott egy tábla csokoládét. Ott mindenki előtt. Ott mindenki előtt, igen, és a tábla is ráírta a nevét, és a dátumot, ami 1978 volt. Mindenre ilyen pontosan emlékszel? Sok mindenre, mert nagyon jó a memóriám. Ezt főleg a polgárőrség keretében tudom most felhasználni, ugyanis a gépjárművek rendszáma típusa szinte automatikusan megmaradt. Tehát ha például Szöllőhegyen látok egy autót, aki új, azt meg szoktam jegyezni, mert hát ha valamikor jól jön. De ha éjjel sötétben látok egy autót, amikor szoktunk segíteni a rendőröknek, látom a rendszámát, akkor szoktam mondani, hogy tudom, hogy kicsoda típusát, a tulajdonos nevét el szoktam mondani. De hasonlóképpen emlékszem nagyon jól telefonszámokra, nevekre, évszámokra. Anci mondtad, hogy van példaképed is. Igen. Ő ki? Ő Albert Schweitzer. Ma már nem nagyon ismerik, hiszen 1965-ben elhúnyt, 81 néhány éves korában. Az ő élete számomra egy olyan példa, amit igyekszem hasznosítani, hiszen ő a saját vagyonából építette fel Gabonba a kórházat és segítette az afrikai embereken. Ezen kívül a Nobel-díjának egy részét szintén erre fordította a zenei tudása számomra nagyon nagy volt, mint orvos, mint ácsmester, mint orgonaművész, tehát ő is sok mindennel foglalkozott hasonlóan, mint én, és ő is néha csak egy köszönömért tette, ami számomra sokszor a legnagyobb fizetségnek számít. Ezt hangsúlyoztad is, hogy ahogy a polgárőrségben, úgy más területeken is, te nem pénzért csinálod azt, amit csinálsz. Lehet azt mondani, hogy te itt a mai világunkban egy jó tündér vagy? Lehet, lehet, lehet. Sokan szokták mondani, hogy több kéne belőlem, és igyekszem a fiatalokat, akik néha jönnek hozzám, úgy nevelni vagy úgy irányítani őket, hogy nem minden a pénz, nem minden az anyagi dolog, hanem egy köszönömért is lehet ö, olyan dolgot megtenni, ami az ember lelkének tesz jót. És ö, próbáljanak a fiatalok egy kicsit olyan felé menni, hogy, hogy nem mindig az alkohol, nem mindig a buli, hanem egymásra is egy kicsit, kicsit odafigyelni, mert ma ez a legrosszabb, hogy az emberek elszemélytelenednek, és nem figyelik a másikat, nem figyelnek oda a másikra és ezt kellene egy kicsit jobbá tenni, és ezért is csináljuk például a polgárőrséget, hiszen mi saját szabadidőnket feláldozva végezzük, saját autóval mentünk, mert volt olyan, hogy nem volt a autó jó, Nyáron én is öt alkalommal mentem például saját autóval, kollégákkal kimentünk, saját benzinből, tehát mert nem mindig volt arra sem pénz, és, Jártuk a várost, odafigyeltünk, idősbácsit találtunk meg például, vagy fiatalokon segítettünk, vagy ha lerobbant valaki egy autóval, ott próbáltunk meg segíteni, vagy, vagy volt olyan, hogy, hogy betörött, fogtunk, vagy... Helyszínelésnél segítettünk, például másfél vagy két óra hosszát ott álltunk a helyszínen, amíg a nyombiztosítók nem értek oda. Barátságosak veletek az emberek? Elfogadják már ö... az állampolgárok, hogy ilyen hivatalos legyek a polgárőrség jelenlétét? Ö... Igen, elfogadják, de sokan nem is tudják, hogy működik, hiszen mi éjszaka dolgozunk, idézőjelbetet dolgozunk, ö... és nem tudják sokan, hogy, hogy vagyunk. Volt olyan, hogy hajnali három órakor fölébresztettünk egy családot, ugyanis az autó nyitva volt lent az utcán. Az illető hazajött, nyitva hagyott ajtót, ablakot idézőjelvet téve, és fölébresztettük, hogy ugyan jöjjön már le és uh, csukja be az ajtót, illetve az autót, és akkor uh, megszólal az, hogy miért maguk kicsodák, mondjuk, hogy polgárőrök, azok is vannak. Uh -huh. És akkor tényleg örült neki, hogy hajnali háromkor vagy fél háromkor fölébresztettük, mert Inkább mi találjuk meg az autót, mint, mint más. más. És rengeteg ilyet találtunk például nyáron. Említetted, hogy azután találtál te erre a szervezetre, miután elvesztetted a párodat, és De. hogy kerestél valamit. De mondhatnám azt, hogy te annyi mindent csinálsz, hogy számomra érdekes, hogy pont ebben találtad meg. Vagy vagy, vagy mit adott ez neked, vagy egy ilyen veszteséget, mi arra a magyarázat, hogy egy ilyen társadalmi munkapótól? Ez egy olyan jó közösség, a polgárőrség. Tehát én közösséget kerestem, nem a magányt, mert például csinálhattam volna azt, hogy hogy sütök, főzök akárkinek, vagy több mindenkinek, illetve egy-két gyerekkel foglalkozom, vagy bármi olyan dolgot, ami, ami esetleg csak egy-két embernek a uh -huh. szorul. Tehát egy-két emberen tudok segíteni, de én olyant kerestem, amin sok mindenkin tudok segíteni, és egy nagyobb közösségbe vagyok, mert én mindig ö, közösséghez tartozónak éreztem magam, és ezért is választottam ezt az idézőjelbetett csapatot, és befogadtak, holott a, a csapat 70%-ának az édesanyja lehetnék. Viccből úgy is hívnak, hogy anyánk. Uh -huh és úgy érzem, hogy befogadtak, sőt, mostanában már versenyeznek, hogy ki velem együtt szolgálatba. Ez gondolom nagyon jó érzés. Igen, nagyon jó érzés, és, és kedvesek, aranyosak, és jól érzem köztük magam. Anna, visszatérve még a, az olyan dolgokra, már megint itt keverem a neveket, de az a szerencsé, hogy mind a kettőre <laughs> hallgatsz. Tehát visszatérve arra, hogy memória, ugye említetted, hogy nagyon Igen. jó a memóriád, és te ezt ugye próbáltad kamatoztatni is, ö, úgymond országos megmérettetéseken is. Merre jártál, milyen vetélkedőkben vettél részt? Évekkel ezelőtt szerepeltem a szerencsekerékbe, ez 93. októberében volt. Akkor szerepeltem a szerencsekerék műsorába, hát ott nyertem két forgatást, még akkor úgy ment, külön díjat, fődíjat megnyertem aztán szerepeltem Antal Imrének, a ki többet Magyarországról, ez 94 májusában volt. Aztán helytörténeti vetélkedőkben szerepeltem két alkalommal is, egyszer a csomfoglalás témájú vetélkedőben, és egyszer pedig a Töltös Gábor vezette, az szintén 93. decemberében, Luca volt egy elég hosszadalmas háromórás vetélkedő, ott is szerepeltem. Ezek miért fontosak? A tudásomat próbálom egy kicsit bővíteni, illetve csiszolni, mert annak ellenére, hogy nem szexszárdi vagyok, szeretem megismerni azt a helyet, ahol lakom, és úgy érzem, hogy tudok annyit erről a városról, illetve a helytörténetéről, mint az, aki ide született. Uh -huh. És most polgárőrként is, például, ha éjszaka, unalmasabbak az éjszakáink, akkor szoktam mesélni a fiúknak a Szent Háromság szobor történetéről, vagy a Bélatéri koldusok padjáról például, vagy a templomépítésnek a történetéről. És ezáltal a fiúk is tanulnak egy kicsit, illetve, hogy úgy mondjam, könnyebben, gyorsabban eltelik az éjszaka, mert mikor éjjel egy-kettő óra felé járunk, akkor már fáradtabbak is általában a srácok, mert ők ott mindenki dolgozik, valamilyen munkahelye van, tanul, vagy, vagy rendőr van köztünk, katonatiszt van, mentős van, taxis van, benzinkutas, szakács, tehát több fiú van, aki munkaidő után jön és csinálja meg a, a maga 5 óráját naponta. Lehet tehát tapasztalatot cserélni, azt hiszem van miről bőven. Beszéljünk egy kicsit arról a dologról, ami ö, bizonyára a nézők többségének nagyon-nagyon izgalmas érdekes, aztán van, aki szkeptikus ezzel a dologgal kapcsolatban. Én most azt kérném, hogy mondjál néhány szót a jövőmről, akkor ezt is meg tudnád tenni, hiszen ilyen dolgok is érdekelnek. Mondtad, hogy egy kicsit boszorkány is vagy. Na ezzel mi a helyzet? Hát az én familiám az egyik fele székely, a másik fele sváb. És gyerekkorom óta kicsit ez a miszticizmus vesz körül, és úgy érzem, hogy ösztönösen jönnek olyan dolgok, ami, ami részben ráérzésre, részben nem tudom, hogy honnét, de tudom. És egy kis utánaolvasással megpróbálok arcról diagnosztizálni, illetve a tenyerekből megpróbálok olvasni az illető életéből, de csak akkor, ha ő kéri. És a jót szoktam csak elmondani, mert én kicsit boszorkánynak érzem magam, de a boszorkányok jobbik fajtájához, aki, aki nem átkoz, hanem aki segít. Mennek hozzá? Sokan szeretnék tudni a jövőt. Ö, nem mennek hozzám, hanem például a társaságban elég sokszor meghívnak, vagy most a születek alkalmával beszélgettünk több mindenről, és akkor voltak, aki ott hagyott, metszöl ott mindent, és ott ilyen, mondjam meg az ő tenyeréből is, hogy mi van benne. Mert vannak olyan vonalak, amik ö, már eleve meghatározzák, hogy szerencséje lesz-e annak az embernek, vagy nem, illetve Mennyire családcentrikus vagy a szülőkhöz való viszonya szintén benne van az ember tenyerében. Illetve a betegségek az arcáról olvashatók. Ú, remélem jól nézek ki. Honnan van mindenhez erőd? Honnan van mindenre késztetésed? Utána néz, utána jár, segíts, menj, erre születni kell? Azt hiszem igen, illetve ez is otthonról hozott dolog, mert volt egy nagymamám, aki azt mondta, hogy tízszer adjál és egyszer kérjél, és én ezt szerint próbálok élni most már elég régóta, hiszen az előbb említettem, hogy a jövő héten lesz a születésnapom, és az én nagymamám volt olyan, aki, aki a faluban mindenkinek segített és ez otthonról jött, én, én, ezt hoztam magammal, és ugyanígy próbálnám a gyerekemnek továbbadni, illetve majd az unokáimnak, remélem, hogy lesznek. És én ezt nem érem se, nem érzem sem nehéznek, sem tehernek, hanem ezt olyan szívesen csinálom. Nem nézik ezt olykor-olykor furcsán? De igen, igen. Azt mondják egy kicsit, hogy lökött vagy, meg hülye vagy, de azt mondtam, hogy nem baj, én így érzem jól magam. Van-e valami, ami, ami még a jövőben mindenképpen megvalósításra vár, amit elhatároztál, hogy ödig, ha törik, ha véghez viszed? Hát egyetlen egy van, hogy például soha nem fürödtem a tengerben, mivel vízjegyű vagyok, így a tengerben szeretnék valamikor fürödni. Tehát ez nem olyan nagy vágy, de ez az egyetlen egy, amit el szeretnék érni. Más nincsen. Mindent hagyok úgy, hogy majd jön magától, és... Vagy kikerülöm, vagy elfogadom a, a sorsomat, ami lesz. És Hogy nézed a körülötted lévő embereket, akik rohangálnak, akik akik, akik stresszesek, akiknek a, 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 a negyedére nincs ideje, amit te véghez viszel, sokszor panaszkodunk, semmi sem jó. Az, aki így látja az életet, az hogy tudja elviselni azt, hogy körülötte viszont a világ abszolút nem ezt tükrözi, és nem ilyen. Én mindenkihez jó szándékkal fordulok, tehát bárki, ha megszólít, nagyon szívesen segítek mindenkinek, és megpróbálom egy-két szóval irányítani, ha hagyja magát, segítő szándékkal irányítani, hogy nem kéne annyi mindent csinálni, meg nem kell ö, idegeskedni, hiszen ö, először is egyszer élünk, másodszor pedig, ami olyan munka van, az ráér. Lehet egy kicsit szórakozni, egy kicsit kikapcsolódni akár egy sétával, akár egy könyvel, mert nagyon keveset olvasnak ma az emberek. Találkoztál már olyan emberrel, aki hasonló, mint te? Aki így gondolkozik az életről? Beszélgettél már olyannal, aki hasonlóképpen él? Néhányjal igen, néhánynyal igen, és, és szinte az első pillanatra azonos hullámhozra kerültünk, mert van egy barátnőm, aki fodrásznő, és néha, ha ráérek, akkor beülök egy kicsit hozzá a üzletbe, és ott szoktam találkozni, és nem is olyan régen találkoztam egy úriemberrel, és az első pillanatban szinte megértettük egymást, hogy a másik miről beszél, dűrel már fizikusra jutott eszünkbe, és, illetve a madácsember tragédiájáról beszéltünk. És tíz perc múlva a kezedben nyomott egy könyvet, azt mondta, hogy olvassam el. Hát elkezdtem olvasni, csak közben annyi minden történt a héten, hogy nem fejeztem be. De megígértem ennek az úrnak, hogy majd visszajuttatom a könyvét. Hát Anna, én nagyon-nagyon én, 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 én örülök, hogy, hogy megismertünk téged, és hogy hogy, hogy ennyi mindent megtudtunk. Meg és tényleg én ilyenkor nem tudom, hogy neked kívánjak-e további jót, vagy hogy mit kívánjak, vagy azt kívánjam a nézőknek, hogy minél többen találkozzanak veled. Neked mi a jobb, hogyha azt kívánom, hogy minél többen találkozzanak veled, és ismerjenek meg, vagy van valami olyasmi, ami ami, ami elkélne neked is? Gondolom egészség, ez az mindenkinek. Az van, az van, az van, egészség, az van. Én úgy érzem, hogy teljes az életem, legalábbis megpróbálom teljesíteni, tenni, mert a elől a munkába menekülök. Tehát magánéletem az egyelőre nincsen, de hát azt mondtam, hogy majd lesz. És nyugodtan bárki megkeresett, szívesen segítek mindenki. Mi a legnagyobb üzenet? Legyünk egy kicsit jók. Hát ennyi. akkor ennyi, én is azt mondom. Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet, köszönöm meg, várom önöket legközelebb is viszontlátásra.